Mundaro Video bemutatja a Cserbenhagyás című amerikai filmet. Szereplők: Hurricane Kubikanna, Daniel Pylon, Szokolai Otto, Saul Rubinek, Józsa Imre. További magyar hangok: Vándor Éva, Izsók Vilmos, Böröndi Tamás, Simonyi Balázs. Valamint Ellen Tick, Vas Gábor. Mirej Déglán, Györgyi Anna. Leif Anderson, Petrik Péter. Colin Juhász, Győri Ilona. Magyar szöveg Varga Katalin, hangmérnök Kenész Tamás, vágó Katócs Katalin, felvételvezető Gertner György, gyártásvezető Rozsnai Ilona, szinkronrendező Bajomi András. A szinkron a Hungarovideo stúdiójában készült 1989-ben. Fényképezte Ron Stennett. Zene Jean-Alain Roussel. Tom Alderman regénye alapján a forgatókönyvet írta Douglas Bowie és Robin Spry. Ugye megmondtam, anyu? Elhiszed már? Na és most mi legyen, te nagy okos? Áruházi nyomozó leszek. Jó lesz, anyu? Ez apu. Hey, szia, bajnok! Szia, apu! Hogy vagy? Kösz jól! Remek, felkészültél a nagy versenyre? Igen, eljössz? Persze. Megvársz a kocsiban? Beindíthatom? Á, finoman. Rendben. Tudom, hogy ez a te hétvégéd, de... Kivételesen elvinnéd. Megnéznénk egy házikot Vermontban, és... Utána elmennétek moziba megnézni egy jó filmet. És gondoltam, Alex is eljön, de... A verseny után. És végül esztek valahol egy hotdogot. Jó. Akkor nem viszem. Csak ebédelni. Viszlát. Rendezte Robin Spry. Max? Ne mondd meg neki csak holnap. Mit? Hogy veled lesz hétvégén. Felmentünk a hegy tetejére, és apu megengedte, hogy vezessek. Ó, hát ez szép. Előbb leítat, aztán hagyja, hogy vezess. Nem itatott le, anyu. Csak egy kortyot itt a Max pesgőjéből. Újabban Maxnek hívod az apádat? Hát néha. És hogy hívod a barátnőjét? Hát, Françoisnak hívom. Szeretem őt. Engem is szeret. Ó! Lehetek Vermontba? Az apát hívott? Nem, François. Estére visszajövünk. Tudod, hogy nem szeretem, ha apád repülőjén utazol. Különben is azt hittem, moziba megyünk. Moziba bármikor mehetünk, nem? Bármikor, amikor apád nem csábít el valami érdekesebbel. Menj csak, menj velük Timbuktuba, és érezd magad jól. Bárcsak még mindig szeretnétek egymást.
lesz Kimberly. A következő Gary Train! Ó, láttam, amit láttam. Hogy hogy nézett rád, Kimberly? Fogd be! Vele vagy esve! Mindent tudunk, igaz? Mindent! Dáj, sajnálom, hogy eltoltuk a dolgot. François nem tudta, hogy nem szabad megmondani. Semmi baj. Szeretne bocsánatot kérni. Meg van bocsátva. Felejtsd ennek. Alex, Middleton! Rajta, Alex! Semmi baj. Jól csináljuk. Jó. Na jó, hát akkor majd jövök én, jó? Jó. Alex Hamilton utolsó futam. Figyelem, utolsó futam. Azért kétszer is majdnem elfanyáztál. Van még mit tanulod, kisfiam? Hé, nézd ki jön ott! Szíved hölgye! Le! Vigyelj, Scott! Alex bele van esve! Fogd be! Leveleznek egymás a francia órán! Szív vissza! Szerelmes! Szív vissza! Szív vissza! Visszaszívom, visszaszívom, utálodna! Egy, két, hát! Szerelmes! Vigyázz, Alex! Vigyázz! Álljon meg! Hívjatok mentőt! Semmi baj. Nem lesz semmi baj, semmi baj. Vagyok. Meg fog gyógyulni. Hol vagyunk? A kórházban vagyunk, csillagom. Már csak pár perc, jó édesem? Anyu, fáj. Hallasz engem? Itt vagyok melletted. Itt melletted. Balesetest hoztunk. 12 éves fiú, izolált fejsérülés, szívverése 140, vérnyomása 120/90. Hogy hívnak? Alex! Alex! Szabadítsák ki a ruhájából. Mindjárt jobban leszel, Alex. Kimberly és az anyukája küldik ezt neked. Nézzük, mit írnak. Nincs itt a szemüvegem. Mi az a puszi-puszi, he? Mrs. Middleton. Sullivan hadnagy vagyok. Az orvos biztató híreket mondott.
Igen, meg fog gyógyulni. Megtaláltuk a férjét. Már elindult. Látta azt, aki vezetett? És magát a kocsit le tudja írni? Anyu! Tessék! Anyu! 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 Orvos! Anyu! Orvos! Sürgősen meg kellett operálni. Azt hitték, jó az állapota, de a koponyája... De ugye... Életben van, de... Kómába esett. Mr. vagy Mrs. Pierre Lamoureux, fáradjon a felvételére. Mr. vagy Mrs. Pierre Lamoureux, fáradjon a felvételére. És ennek bizonyos adózási vonzatai lesznek. Olyan mértékben, hogy a bevétel meghaladná az átalakított költségalapot. Mármint az átalakított költségalap meghaladná a bevételt. Úristen! Az összorvosi konzílium 15 órakor kezdődik az előadóteremben. Dr. Goldman, Dr. Clark, Miss Bouchard, hívják fel a központot. Kék volt. Világos? Sötét? Középkék. Látta a rendszám tábláját? Az egyik gyerek szerint Quebeci rendszáma volt. Nézze, egyetlen dolgot láttam. Mit? Megállhatott volna, de nem állt. Húzta a kocsi alatt, egyre csak húzta. Megtaláljuk. Tájna, haza kéne menned, két napja vagy már itt. Azóta nem ettél, nem aludtál. Úristen. Hallgass rám, ha itt maradsz, megőrülsz. Kérlek, nem bírok több állatot elviselni. Nevettesd meg, Max. Hogyan? Nem tudom. Állj fejre, mesélj viccet. Mondok egy viccet, ha megígéred, hogy hazamész. Meglátjuk. Ha jó. Hát, szóval, a vakember bemegy az áruházba a vakvezető kutyájával. És hirtelen a farkánál fogva megragadja a kutyát, és elkezdi lengetni a feje körül. Oda szalad hozzá az üzletvezető, és megkérdi, mi baj van, uram, segíthetek? Mire a vak... Nem, köszönöm, uram, nem, csak körülnézek. Anyu. Apu. Alex. Úristen! Elnézést, szabad? Nem lélegzik, nincs pulzusa. Óvatosan. Jól van, Alex. Nincs szívhangja. Kódszám 99-es, sürgős, idegsebészeket kérek. Nem indulnak. Defibrillációt kérek. Lélegeztetés rendben? Igen. Mehet. Még mindig van fibrilláció, defibrillációt megismételni. Nem változik.
Gyerünk, Alex, növeljék 200-ra, próbálják meg ismét. Semmi. Félretettem, hogy megkóstolja. Nekem adod? Neked csináltam. Itt maradjak. Fel, ha szükséged lesz rá, jó?
A rendszámtábla töredéke alapján a komputer több mint 300 kocsit dobott ki. Ellenőrizték mindet? Majdnem. És eddig nem találtunk semmit. Hogy érti ezt? Talán kitaláltam az egészet. Talán egy fantomautó ütötte el a fiamat. Láttam, ahogy az a szemét húzza őt. Tessék, Krista. Ellenőrizem magam. Sullivan! Nem sikerült összekötetést teremteni, vagy mi van? Egy pillanat, megjavult a hallásom, vagy maga üvölt velem? Én üvöltök magával. Na, jó, jó, jó. Jó, jó. Egy pillanat. Jó, letettem a kocsi alá egy negyed dolláros. Nem baj, majd én adok egyet. Nem, nem, na, nincs szükségem csak rá, ne kérjem. Na jó, akkor hadd adjam ezt, fogja. Szó se lehet róla, nem fogadhatom el. Ne, várjon, nem én. Sullivan üzenő, hogy add vissza azt a listát. Meg fogom találni, Max. Majd a rendőrség megtalálja. Én legalább annyira akarom, hogy elkapják, mint te. Tudom. Szörnyen nézel ki. Ki vagy merülve, tönkreteszed magad. Nem aggódtál így, amikor éjszakákat átdolgoztam, hogy te tanulhass. Te sohasem változol. Nem, Max. Én még mindig az vagyok, akit elvettél. Csak rám kell nézned, hogy kiállítsd magadról a bizonyítványt. Már nem szereted úgy a munkádat, mint régen. Hallgass meg! A törvényre kell bíznunk. Mi tényleg nem tehetünk semmit. Szabadon van, Max! Bizonyos benne, hogy a rendőrség átnézte az összes kék kocsit? Nem tudom, hogy a rendőrség tényleg megnézte el mind a hetet, de tőlem kértek felvilágosítást. Kettő itt volt a telepen. Azokat tudom, hogy átnézték. Egy a műhelyben... Várjon csak! A műhelyben? Miért? Egy kisebb koccanás érte a durván repülőt. Ez lett az! A hűtőrácsot részben kicserélték. 15-én hozták be, és másnap már kibérelték. Hadnagy úr! Sullivan hadnagy! Megtudtam a nevét. Owen Hughes, New Yorkba való, és kocsit bérelt. Egy kék karavelt, amely kisebb balesetet szenvedett november 15-én a repülőtéren. És nem az az? A repülőtéren látták, amint Hughes neki ment egy oszlopnak. Lehet, hogy így akarta eltüntetni a baleset nyomát. Egy ilyen ember mindenre képes. A kocsit meg fogják vizsgálni. Hétfőre megkapjuk a laborjelentést. Hétfő? De hiszen az még egy teljes hét. És addig nem tehetünk semmit. De. Várunk.
Ebédelni mennek? Igen, hol a francban van? Muszáj beugranom Tomi bárjába, különben teljesen kiszáradok. Oldun, gyere már! Megyek, megyek! Villog a vészjelző. Mi bajod, szomjas vagy? Megint lovagol szét végig? Nem, New Hampshire-re megyünk. Susanna megint egy méregdrága teniszversenyen vesz részt. Hát lehetnék belőle készülni. Minden a másra kell csinálni. Majd öregkorodban lehet, hogy támogatni fog. Nézd rám, Grant, az öregkor már itt van, én úgy érzem. Tudod, mit szeretne Karen? Mit? Teniszpályát a ház mögött. Mondom neki, ez kicsi drága. Erő jó, akkor majd aszfaltpálya lesz, nem salakos. Vissza kellene küldene dolgozni, hadd kóstoljon bele az igazi életbe. Tudod, mit szokott mondani, amikor ezt javaslom? Hogy legyen még egy gyerek. Isten ajándéka az örök élet, Úrunk Jézus Krisztus által. A bűn ára a halál. Isten úgy szereti a világot, hogy nekünk adá egy szülött fiát, hogy aki híven szolgálja, elnyerje az örök békét. Ha nem száll el, nem tudom elvinni. Elvinni ezt a levelet Tomi bárjába? Itt van az utca végén. Owen Hughes-nak. $20 elég lesz? Ja. Na nem, az az, amit nem. Na miben, hogy... Kizárt dolog, akkor fog megnősülni a piros esik. Na tessék, ide fogadsz. Havi $5 fizetése van is. Ó, de remek, haver. Hát, de tényleg, mekkora szívem, a $10 $10 eltartatsz egy család. Meg egy szeretőt. Hughes, Owen Hughes. Igen. Egy nagyon, de nagyon beteg ember. Igazam, teljesen igazam. Igen. Mi ez? Igen. De megmondtam. Aztán meg a később lesz. Ki lehet próbálni? Miért is ne? Owen, szerinted hibát követek el? Legyek kíméletlenül őszinte? Igen. Mondj egy embert, Owen Desargo, aki boldog házasságban él. Az apád. Az apád. És itt láthatom, mi lett a boldog házasság eredménye. Nézd csak a tükörbe. Majd a trama hozzá. Ez itt egy súlyos beteg ember. Jimmy! Mondd csak fehér vele! Cserbenhagyásos gázolás áldozata lett egy helybéli kisfiú. Komolyan mondom, ez teljesen betűzett. Milyen jogon mondott te ezt? Nem is ismered a mennyasszonyát. Ez semmi. Szerintem boldogok lesznek, biztos vagyok benne. Ez egy vicc, ez egy vicc, házasság egy vicc. Tudjátok, van mit, ami nevetület, és van mit, ami sírni. Házasság olyan vicc, ami csak sírni lehet. Én mondom, nem. Nem, Grant, csak azért, mert neked nem jött be. Max! Megvan! Megtaláltam azt a szemetet. Tényleg? Ki az? Owen Hughes. Egy számítástechnikai cég tulajdonosa. Manhattanben, egyenesen a repülőtérről jövök. Add ide! Felhívom Sullivant, és egy pillanat alatt elkapják azt a gyávadisztet. Jó. Max? Pillanat. Nincs benne az egyezményben. Mi? Jézus, tényleg. Mi? A fickó amerikai, ugye? De nem tudom, gondolom, New Yorkban lakik. Miért? Miről van szó? A cserbenhagyásra nem terjed ki a kiadatási egyezmény. És ez mit jelent, Max? Az, hogy amíg nem jön vissza Kanadába, nincs mit tenni. De Max, hogy ülhet meg valaki egy gyereket büntetlenül? Milyen törvény ez? Várj egy picit. Cserbenhagyásért nem adják ki. De gyilkosságért igen. Bontatlanságból elkövetett emberölésért. Hogyha a Connecticuti bíróság bizonyíthatónak véli vétkes gondatlanságát, akkor utasíthatja a fickot, hogy álljon bíróság elé nálunk. Előásunk minden precedens, ami csak létezik. Max, nem érdekel a bizonyíthatóság, sem a precedensek, csak hogy menni fog-e. Mire jó ez az átkozott jog? Nem jössz lefeküdni? Nem, előbb legyőzem ezt a rohadt. Mi bajod? Semmi, csak... El akartam mondani valamit. Valami történt, amikor... Halló? Igen, itthon van. Egy pillanat adom. Innő. Valami Alex. Igen? Igen, én vagyok az. Montrealból telefonálok. Azt hiszem, rossz számot hívott. Ne tegye le!
volt az? Tévedés. De hiszen név szerint téged... Ki a leglassabb pacsárk az egész világon? David Hughes! Én nem is látom már, hogy hol van. Te látod, hogy hol van? Mert én nem. Ki az ott? David, fogjátok be! Gyerünk, gyerünk, gyorsabban, gyorsabban! Gyorsabban, futás! Mi baj van? Jól vagy? Kelj már fölteszi nullámos. Gyere, 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 te vagy a bajnok. A legjobb. Na, lássuk, hogy sprintel egy bajnok. Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, nyomás, gyerünk! Nézd, hogy elhúzod. Gyerünk, pajtán, gyerünk, gyerünk, futás! Nézd, már oda megveri az öreget. Nyomás, egészen a pálya végéig. Hogy elhúzod? Szia, Owen! Mostanában kezd a szervusztó. Azt hittem a porontjaid korán reggel kellnek. Remélem hamarosan nyugdíjba mész. Végül is sokkal több pénzt lehet keresni mással. Mit csinálsz a hétvégén? Nem tudom, épp most főzögetek egy barnát. Nyilván ütöttük az üzletet, elviszem magukat egy játékbarlangba. Adok egy marék aprót, és kedvükre játszhatnak. Jó lesz? Mr. Hughes, két úriember várja az irodájában, és sürgősen beszélni akarnak magával. Köszönöm. Jó napot. Értekezleten voltam a szomszédszobában, elnézést. Owen Hughes? Owen Hughes, igen. Bizonyára tudja, miért vagyunk itt. Nem, fogalmam sincs. Bizonyítékunk van, hogy maga egy kék karavet vezetett november 15-én Montrealban, amelyel halálos kimenetelű balesetet követtek el. Volt egy balesetem, nekimentem egy oszlopnak a repülőtéren, amikor... A bérelt kocsi alvázán talált vér, haj és egyéb nyomok alapján pontosan azonosítható az áldozat Alex Middleton. Úristen. Talán csak kiment a fejéből. Ha önként visszajön Montrealba, cserbenhagyásos gázolás miatt emelünk vádat. Maximum 2 évvel büntethető. Ha nem hajlandó visszatérni, emberüléssel fogjuk vádolni. Életfogytiglanra is ítélhetik érte. Gondolkodjon. Igen, én... Csak szeretnék egy kis időt, hogy megemészszem. Jobb, ha visszajön. Semmi szükségem rá, hogy két kanadai zsaru kioktasson. Nem zsaru vagyok. Az apja. Nos, gondolja, hogy ráijesztettem? Nem hiszem, hogy rohanni fog az utazási irodába, hogy jegyet váltson Kanadába. Tovább fogok kilincselni, és elintézem a kiadatási tárgyalást.
Az ügy még csak most kezdődik. Sajnálom, Mr. Hughes pont most ment el. Megmondjam, hogy hívja vissza. Hello. Hello. Hogy hívják? Jane Axelrod. De ő csak vállalati jogtanácsos, nem ért ehhez, és közeli barátom, és nem akarom egy ilyen kínos ügybe keverni. Értem. Szóval nem barátra van szüksége, hanem rám. Esetleg... kössünk velük alkut, hát, ha csak felfüggesztetet kapok. Nem, a törvény nekünk dolgozik, Mr. Hughes. De a kiadatásomat fogják kérni. Arról csak akkor lehet szó, ha bizonyítani tudják a gondatlanságot. És ez nem úgy néz ki, mint gondatlanság, szerintem csak pekes volt. Hát igen, mármint... tudom, elütöttem azt a fiút, de nem azért hibám volt. Mr. Hughes ügyvédnél van, nem gyóntatópapnál. Mit akar menteni, a lelkét, vagy az irháját? Ez utóbbiban segítek. Sajnálom, Jane. Nagyon örülnék, ha még tudna maradni, de hát sok a munka. Megértem, köszönöm szépen. Hadd hívjam meg ebédre. Ó, sajnos nem érek rá. Mindig ezt mondják. Viszlát. Hogy mint? Megint Grant hülyéskedik. Rával. John kéri, hogy hívja vissza. Igen, jó. Az a két fickó, aki korábban itt járt, nem jött vissza? Én ebédelni voltam. Beteges vicc. Ja. Milyen szép napunk van ma. Hát nem nagyszerű dolog ilyenkor zongora órára menni, nyílj, David? Nem igazán. Mindig csak nyafogsz te. Pedig tudom, hogy szereted. Nem lehet állandóan a veszélyes öbölt nézni és videójátékkal szórakozni. Miért nem? Apu is azt csinálja. Rosszul vagyok. Tornára megyek. És lehet, hogy egy kicsit késve jövök, érted, édesem. De szeretném, ha itt megvárnál. Addig is gyakorolhatsz egy kicsit. Fúj! Jól van, csúszanj be. Érted, jövök az óra után, jól van? Gyakorolja, még Miss Milford nem ér rá veled foglalkozni. Igen, anya. Utál gyakorolni, mi? Gyűlöl. Ülj arrébb. Tanítok neked egy remek kis játékot, rendben? Csináld utána. Ó, ezt már játszottad. Jól van, most te jössz. Elég nehéz. Nyertem! Kapásból! Nagyon ügyes vagy. És ehhez mit szólsz?
Tökéletes. Mrs. Hughes. Csodálatos fia van. Köszönöm. Vigyázzon rá. Biztosan ismerem önt. Az egyik gyerek anyukája? Igen, anya vagyok. Elnézést, de találkoztunk már? Nem. De nagyon jól ismerem a férjét. Van valaki? Hogy mi? Miről beszélsz? Nézd, okosabb lenne, ha elmondanád az igazat, nem? Mi ez? Vicc? Vagy mi a fere? Esküszöm, hogy nem. Ki volt az a nő, aki a múltkor telefonált? Szóval erről van szó. Persze, te mindig mindent olyan jól tudsz. Aj, hallgass már, ezt az egyetlen egy dolgot nem viselem el, érted? Mit nem? Nem fogsz nekem hazudozni, és nem fogsz megcsalni. Megcsalni? Ha szerelmes a valakibe, jó! Remek, csodálatos! Várj, lassan. Nekem lassan, édes, mindegy, csak egy pár dolgon kell változtatnom. Várj egy picit. A gyerek meg én jól megleszünk nélküled is. Lefényképeztek valakivel szeretkezés közben? Kár a szóért, Owen! Láttam őt! Kit láttál? Mit hordasz itt össze-vissza? Karen? És hol? A városban. Igen, és ki itt? Hogy néz ki? Mérsékelten vonzó. Kék kocsia van. Kék? Figyelj, Karen, hogy nézett ki az a nő? Te szemét! Figyelj, Karen... Tessék! Mondja meg neki, hogy jöjjön vissza. Mondja meg maga. Szemét disznó! Jól figyeljen ide, nem merjen még egyszer felhívni. Szia, Owen! Hívd fel Elmort. Kijavította azt a kis Bibit. Gyönyörűen működik a program. Több milliót el fogunk adni belőle. Bibit? Igen, a programban. Ugye azt egyáltalán? Sajnálom. Mi a fene bajod van? Nem tudom, csak olyan... Rá is egy perc. Rengeteg időm van. Igen? Igen, várj, hozok valamit inni, várj. A viszkit. Igen. Kösz. Jane. Jó napot. Hogy van, vár valakire? Nem, de már mennem kell. Mindig ezt mondják. Gyönyörű egyedülálló nő is mennie kell. Na, iszom egyet. Figyeljem, én bármiben a rendelkezésre állok. Tényleg, sok embert ismerek. Nos, jöjjön én... csak bátran. Elnézést, hogy félbeszakítalak. Nem hívnád te Elmort, nekem nincs kedvem. Jó. 5 óráig tudni szeretném, hogy mi lesz. Owen Hughes, ő pedig Jane... Axel Ward. Alabama Girl. Úgy van. Hello. Hello. Örülök, mennem kell, majd később beszélünk. Maradsz. Te hívsz meg minket. Nekem tényleg mennem kell. Maradjon, kérem. Nem olyan rossz ember, mint ahogy kinéz. Jane, nagyszerű kiállítás van a Guggenheimben. Megnézzük, aztán vacsorázunk. Nem lenne szíves hozni még egyet? Hát persze. Addig meséld el neki, milyen rendkívüli ember vagyok én. Jó? Na. Jól van. Szóval rendkívüli ember. Igen. Itt vagyok én, és nőség fiatalok is. Maga is. Túlbecsül. Valami baj van? Nem, csak ez rossz nap. Rossz hónap. Nem látszik rajtam? Ugye néha... a rossz... csak úgy jön. Hülyeség. Házas? Én igen. Boldog. De? Nincs de. 13 éve.
Tudja, hányszor voltam hűtlen a feleségemhez? 1592-szer. Egyszer. Egyszer léptem félre. Egyszer. De azt is megtudta, és azóta nem bocsát meg. Rossz csillagzat vagy. Rossz csillagzat, vagy rossz választás. Ha ki itt akarja önteni a szívét? Mit akart javasolni? Nos, csak beszélgetünk, jó? Ebéd? Nem, itt nagy a tömeg. Ez úgy hangzik, mint a fel akarnám szedni. Nem akar. Nem hiszem. Várjon, várjon. Van egy jó kis hely. Jó barátok. Csak hogy el ne felejtsen. De, jó? Mikor? Kedden? Jó. Remek. Zsév, kitaláltam, hogy mit csinálunk ma este, maga, meg én, meg ez a szerencsétlen. A lift arra van, uram. Köszönöm. Town Square Hotel. Jó hírt hoztál? Nem, nem, még nem. Hogy találtál meg? Felhívtam a 500 szállodát. 25-ös. Jól vagy? Jól, miért ne lennék jól? Elárulnád, hogy mire készülsz, Dinah? Semmire. Semmire? Akkor miért vagy úgy kirittyentve, mint egy rossz kurva? Mindig tudtál bókolni, Max. Ez itt New York. Ha így rohangálsz, előbb-utóbb megerőszakolnak. Azért jöttél, hogy ezt közöld? Ide figyelj. Tudni akarom, hogy mi a fenét keresel itt. Szerintem a fejedbe vettél valami őrültséget. Pihenni hogy... jöttem. Hogy ne pihenni. Szeretném, ha hazajönnél. Még ma. Hová haza? Az üres házamba, vagy hozzád és a tinithez? Jól van, akkor itt maradok én. Melletted. Nem örülök neki. Gyere innen! Még nem fejeztem be! De befejeztem! Dinah, ez az Egyesült Államok. Itt lelövik a betolakodókat, csak utána kérdeznek. És a törvény védi az olyan bűnözőket, mint Hughes. Nem az amerikai törvény védi, hanem a kétoldalú egyezmény. Ó, értem, akkor ha én itt elgázolom, visszamehettek Kanadába. Ó, Dinah, kérlek, úristen! Ne légy olyan szimpadias, Max. Még mindig festékes a füled. Még ha szimpadias? Csomagolj. Tessék? Csomagolj, indulunk. Most. Nem. Akkor becsomagolok én. Nem kényszeríthetsz. Dinah, neked elment az eszed. Azt akarod, hogy letartóztassanak? Olyan nyomorúságosá teszem az életét, hogy a legegyszerűbb lesz számára Kanadába menni. Ha folytatom, előbb vagy utóbb összeroppan. Biztos, hogy ő fog összeroppanni? Fáj le rólam, Davy! Úgy kellett, úgy kellett! Kábosztában a hús kellett! Nem, Davy, dőj össze! Nem akarom, nem kapcsolom be! Davy, dőj hátra és lyukhass! De ő nem látok ki! Apu! Mi az ott az ajtón? Cserben hagyó. Mi a fene ez? Na jól van, lókötők, siessetek, és akkor majd délután jövök. Legyetek jók. Rendben? Sziasztok! Sziasztok! Mi az, hogy cserben hagyás?
Karen balesetet okoztam, amikor Montrealba jártam. És nem álltam meg. Ezért ezt jelenti a felirat. Majdnem lekéstem a gépet. Rettenetes nagy dugó volt, ezért lekanyarodtam az egyik mellékutcába, ráadásul rossz felé mentem. De szóval nem az én hibám volt. Szóval, úgy érted, hogy csak erről van szó, egy autóbalesetről? Igen. Owen, ezt igazán elmondhattad volna már korábban is. Próbáltam. El akartam mondani Karen, de annyira féltem, hogy mit szólsz majd. Miért? Elütöttem egy gyereket. Még csak észre sem vettem. A gyerek jól van? A gyerek meghalt. Mit keres maga itt? A feleségéhez jöttem. Ki ez itt? Gyere, Karen, ne is törődj vele, menjünk be a házba. Csak egy dolgot szeretnék tudni. Maga csinálta ezt? Jól figyeljen, Hughes, mindent kitálalok a sajtónak. Mit képzelsz, adhatnak? Ide figyeljen! Felhívják a feleségem? Majd én felnyitom az ügyfelei szemét, hogy megtudják, milyen ember maga. És az összes előkelő barátja megtudja maga. Azt hiszi, a sajtó itt terem majd egy kanadai baleset miatt. Magának elment az esze. Egy 12 éves fiút halálra gázolt az utcán. Még csak nem is tudtam, hogy... Egy frászt nem tudta! Figyeljen, a transferszállóban lakom. Ha délig nem jelentkezik, felhívom az összes rádió és tévé állomást és újságot 100 mérföldes körzetben. Tűnjön el innen, jó? Álljon arrébb! Nem akarom meghúzni a kocsiját. Sajnálom, ami a fiába történik. Kár, hogy a férje nem. Max Middleton vagyok, az apa. Azért hívtam össze ezt a sajtótájékoztatót, hogy égbe kiáltó igazságtalanságról számoljak be. Átadom önöknek az ügyiratokat, beadványok és a montreali rendőrség jegyzőkönyvei. Mindezt megerősíteti Sullivan hadnagy Montrealból. Ez a Hughes nem nyilatkozik. Ez az ő állampolgári joga is. Engedjenek! Mr. Hughes! Tagadja a felhozatlanokat! Mr. Hughes nem nyilatkozik. Miért bújkált a rendőrség elől? Miért harcol a kiadatása ellen? Ez nem a megfelelő módja. Hagyja. Beszélek velük. Az ügyvédem azt tanácsolta, hogy ne nyilatkozzam semmit. Tehát nem tagadja? De én mégis úgy döntöttem, hogy megszegem a tanácsát. Véleményem szerint ez nem... Sajnálom, de elmondom. Én nagyon sajnálom, ami történt. De a bánat még nem jelenti, hogy bűnös vagyok. És Mr. Middleton engem sajnos megpróbált megalázni. Ezt nem teheti egy ártatlannal. A családom pontosan tudja, hogy mi történt. És mellettem áll. Ami történt, az tragédia. De nem bűn. Bárkivel megtörténhet. Magával is, Mr. Middleton. Velem történt, Mr. Hughes. Sikerült? Mit mondott? Ezek tuskók. Önelégült, érzéketlen tuskók. Azért köszönöm. És mire volt jó az egész? Nekem sokat jelentett, Max. A bíróság a jövő hétfőn dönt. Ez azt jelenti, hogy ha lesz kiadatási tárgyalás, akkor is csak hetek múlva. Gyere haza. Kérlek. Járt itt, Max? Nem. Nincs itt. Nyugodtan válogasson, ha van kedve. Én már régen akartam mondani,
Nagyon sajnálom. Alex olyan... Szóval... Számomra is nagyon sokat jelentett. Tudom. Köszönöm. Elnézést. Mi az? Mi baj van, Max? Hughes ügyvédjének sikerült elhalasztani a tárgyalást május 12-ére. Májusig? Igen. Soha nem fogják kiadni, ugye, Max? Nos, megpróbálom előbbre hozni. Fellebbeznek, és haladékot kérnek az átkozott bíróságodnál addig, míg fel nem adjuk. Diana, ez nem az én bíróságom. De néha az a benyomásom, hogy fenemód ragaszkodsz hozzá. Jaj, sajnálom. Sajnálom. Figyelj. Majd értesítelek, jó? Lett, uram? Kitűnő volt. Egészségére. Köszönöm. Isten hozta. Hello. Nos, tudtam, hogy az egyikünk el fog jönni. Maga vagy én? Hát én hívtam meg egy kis beszélgetésre. Igen, emlékszem, hogy volt valami gondja, amiről beszélni akart. Tudja, már úgy érzem, nem lenne helyes beszélni róla. Nézze, Jane, miért nem beszélünk inkább arról a helyről, ott éjszakon? Nem pont éjszakra van. Szerintem oda mehetnénk ma délután. Maga szerint menjek? Attól függ, mennyire szereti a romantikát és a kalandot. Gyönyörű út vezet a hegyekbe. Csábító meghívás. Maka. Garantálja, hogy az út romantikus és kalandos lesz, igaz? Az egyiket a kettő közül mindenképp. Nem vezetne maga? Kérem. De várjon. Kíváncsi vagyok valamire. Mégpedig? Akarja tudni? Igen. Mit gondol, meddig fog ez tartani? Úgy értem, mi Kanadába érünk. A sajtótájékoztató, amit a férje szervezett, visszafelé sült el egy kissé magának. Nos, mi legyen, Mrs. Middleton? Állok rendelkezésére. Induljanak, útban vannak! Ne szállj le a nyakukról, amíg nincs meg a kiadatási tárgyalás. A legfelsőbb bíróság még nem is válaszolt. Egyszerűen érthetetlen. Tudom, de bíróság elé kell állítani, mielőtt Isten tudja, mire készül most Diana. Nagylány már, Max.
Talán nem kéne beleszólnod, hogy mit csinál. Figyelj, nem tudom, meddig leszek távol. Igen, értem. Én is Madeleine vagyok. Csak annyit szeretnék még mondani, hogyha segítség kell, rám számíthatsz. Jó volt, amíg tartott. Mit akar tőlem? Lefelé. Mi? Elviszem magát messzire, Owen. Kanadába. Maga teljesen megőrült. Egyel több ok, hogy engedelmeskedjen. Befelé. Nem mer rám lőni. Megteszem, ha kell. Szálljon a kocsiba! Elég volt! Menjen vissza a kurva Kanadába! Fakad! Kotrodjon! Adjon engem békén! Roh! Menjen haza, jó? Menjen haza! Elég volt, érti? És szálljon le rólam! Húzzon a francba! Elég volt, érti? Elég, érti? 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 Hagyjon engem békén! Könyörgök, hagyjon békén! Egy szaros kis játék. Fenében. Úristen, mi történt? Hughes. Hughes tette? Lassan, lassan, lassan. Lassan. Hívom a rendőrséget.
lecsukatjuk ezt a szemetet, ha másért nem is, ezért igen. Én el akartam rabolni. Mit mondtál? El akartam rabolni. Úgy megijedt majd beszállni. Megőrült. Kérlek, óvon, hívd fel a rendőrséget, le kell csukatni ezt a nőt. Nem voltak szemtanúk. De hát, óvon. És nem én vagyok tele, sebbel. Sebbel? Miről beszélsz? Én... megvertem. Megütöttem egy párszor. Davy? Rosszat álmodtam. Gyere ide. Én majd vigyázok rád, jó? Apu majd mindenről gondoskodik. Alex! Semmi baj, Dina. Semmi baj. Dina, semmi baj. Jól van, itt vagyok. Itt vagyok. Alexről álmodtam. Rémes Max. Azt álmodtam, hogy tortát sütök neki a verseny után. Utoljára. Dina, nem kell ezt végig csinálnod, hogy bebizonyítsd, szeretted Alexet. Tudta jó. Kényelmetlen lehet. François, fantasztikus vagy. Egy pillanat. Dina, minden rendben. Jó neked. Sikerült elintézni a kiadatási tárgyalást. Előbbre hozták. Tehát Hughesnak tanúskodnia kell? Ne. Neked kell. Jól van. Menni fog. Öné a tanú, Mr. Vaughn. Mrs. Middleton, szerette ön a fiát? Igen. Nyilván nagyon szerette. Igen, nagyon. Szereti ön Owen Hughes-t? Természetesen nem. Ugye igazam van, ha azt állítom, hogy kifejezetten gyűlöli, ugye? Ugye? Igen. Hogy mondta? Igen. És szinte bármire képes lenne, hogy bűnhődni lássa, ugye? Rászolgált a büntetésre. És ugye igaz, hogy zaklatta, hogy megfenyegette, megpróbálta elcsábítani, hogy csapdába csalta, és végül megpróbálta elrabolni, és erőszakkal Kanadába vinni. Tiltakozom, ez teljesen lényegtelen a gondatlanság szempontjából. De viszont nagyon is lényeges a tanú szava hihetősége szempontjából. Különösen egy olyan ügyben, ahol a többi tanú mint kiskorú. Biztos vagyok benne, hogy a tisztelt bíróság figyelembe veszi, milyen mértékben torzított el Mrs. Middleton emlékezetét, a Mr. Hughes iránt érzett rögeszm és gyűlölet és harag. A történtekre pontosan emlékszem. Kérem, Mrs. Middleton, csak a kérdésekre válaszoljon. Folytassa, Mr. Vaughn. Mrs. Middleton, hol volt ön, amikor a baleset történt? Éppen a konyhában voltam. Igen, tortát sütött a fiának, ha jól tudom. Igen. Tehát nem látta igazán jól a balesetet, ugye?
De igen, a konyhajtóban álltam. Akkor látta, hogy a fia hirtelen kigurult az utcára a gördeszkán, de nem szólt rá. Nem. Látta a balesetet, vagy nem? Láttam, épp akkor néztem ki, mikor ő elütötte Alexet. De nem látta a közeledő autót? Nem. Tehát nem is tudja, milyen gyorsan jött. Túl gyorsan. Mrs. Middleton, a parkban, ahol a fia játszott, bizonyára ön is számtalanszor végighajtott. Mindig engedelmesen betartva a sebességkorlátozást. Igen. És ha hirtelen a kocsi elé szaladna, egy gyerek meg tudna állni? Igen. Illetve nem tudom, de megállnék, ha elütöttem. Nem az számít, mit csinált, mielőtt elütötte. Jogi szempontból számít, Mrs. Middleton. Miután elütötte, húzta a kocsi alatt, húzta tovább. Nem büntet, ha a vezető nem tudott róla. Tudta! Azt akarja elhitetni, hogy ez az ember szándékosan húzott egy gyereket több száz méteren keresztül? Igen, pontosan ezt tette. Mrs. Middleton, mit csinált ön, miután a fiát elütötték? Kiszaladtam. Kiszaladt és nyugodtan szemlélte az eseményt. Nem, a kocsi után rohantam. Persze, hogy ezt tette, hiszen zakatott lelki állapotban volt. Hughes nem lassított le, tudta, hogy Alex a kocsi alatt van. Ez csupán a panaszos feltételezése. A bíróság is tudja, mi minősül bizonyítéknak, Mr. Bohun. Átgázolt rajta. Éreznie kellett, hallania kellett a sikítást. De hiszen sikoltozó gyerekek vették körül önt, Mrs. Middleton. Hogyan tudta megállapítani, honnan jön a sikítás? Alex sikított. Lehetséges. Megismerem a fiam hangját. Hughes tudta, mit csinál. Talán külön adottsága van, hogy Owen Hughes agyába lásson, Mrs. Middleton. Tiltakozom. Tudta. Nincs több kérdésem. Tudta. Tudta, hogy Alex a kocsi alatt van. A helyére fáradhat, Mrs. Middleton. Ezek után nincs kérdésem a tanúhoz, tisztelt bíróság. Rendben. Mr. Bohun? Véleményem szerint a tisztelt bíróság fölöslegesen vesztegetné drága idejét erre az ügyre. A kiadatást kérelmezőnek nem sikerült elénk tárnia a legcsekélyebb bizonyítékot sem arra vonatkozóan, hogy Mr. Hughes gondatlanul vagy akár figyelmetlenül vezetett volna, amikor ez a tragikus baleset bekövetkezett. Ezért kérem, hogy a kiadatási kérelmet utasítsák el. Bírónő, hadd szóljak néhány szót. Csendet! Tessék, Mr. Middleton. Köszönöm. Bírónő, a tudós ügyvéd úr azt állítja, hogy nem tudtuk megalapozni a vádat. Ha az ügyvéd úr a lehető legszűkebben értelmezi a gondatlanságot, lehet, hogy alakilag helyesen vélekedik. Alakilag helyesen. De jogrendszerünk nem merő alakiságból áll, tisztelt bíróság. A jog élő szellem. A jog a természetes igazság időtlen tradíciója. Egy asszonynak volt egy fia, egyetlen fia, akit elütöttek. Brutálisan elgázoltak és elpusztítottak a szeme láttára. Nos, mondhatja-e jogrendszerünk és a bíróság, hogy sajnáljuk, de alaki problémák miatt ebben az esetben nem érvényesülhet az igazság. Egy csodálatos, okos és ígéretes 12 éves fiú halott. A törvény szellemében mondhatjuk-e, Owen Hughes, igen, sajnos megölted. Igen, gyáván cserben hagytad, igen,
Megpróbáltad eltitkolni, de nem kell felelned érte, mert a törvény betűje ezt nem követeli meg. Hogyan fogadhatja el ezt bárki is, tisztelt bíróság? Nem. Nem, amit ez az ügy igényel, az nem a törvény betű szerinti szűk értelmezése. Igazságért kiállt. Azt követeli Mr. Hughes-tól, hogy nézzen szembe önmagával, gyávaságával és felelőtlenségével, hogy legyen ez számára az ítélkezés napja. Hogy döntsék el társai az esküszében, bűnöse vagy ártatlan. Túl sokat kérnék ezzel. Az igazság nevében. A törvény szellemében. Túl sokat kérnék tőle egyetlen fiunk életéért. Köszönöm, tisztelt bíróság. És Mr. Hughes nem óhajt vallomást tenni? Ez alkotmányos joga, tisztelt bíróság. A bíróság is ismeri az alkotmányt, Mr. Wong. A bíróság rövid szünetet tart. Álljanak fel! Csupán egyetlen ember tudja, hogy mi a kendőzetlen igazság. Owen Hughes. És ez a bíróság nincs meggyőződve arról, hogy annyira makulátlan, mint az tudós ügyvédje állítja. Bizonyítható, hogy tudta, hogy baleset történt, és az is bizonyítható, hogy megpróbálta eltitkolni. A bírákat meghatotta az elhunyt apjának ékes szóló védőbeszéde, bár meglehetősen szokatlan volt, de engem csak a törvény vezérelhet. Tények, nem érzelmek. Az eset vétség volt. Cserbenhagyásos gázolás. De ezt bölcs törvényhozóink nem vették bele a kiadatási egyezménybe. A kérelmező javasolta tehát, hogy tekintsük emberölésnek az esetet. Étkes gondatlanságból elkövetett emberölésnek. De a törvény világos. Mivel nincs bizonyítékunk ittas vezetésre vagy gyorshajtásra, a tények nem támasztják alá az emberölés vádját. Ezért a bíróságnak nincs más választása, mint elutasítani a kiadatási kérelmet. Mindazonáltal arra kérem Mr. Hughes-t, hogy saját lelkiismerete érdekében önként vesse alá magát a kanadai törvénykezésnek. Kérem, álljanak fel! Meglepődött a bíróság közben? Nem, hiszek az amerikai igazságszolgáltatásban. Úgy érzem, ma is jól működött. Bíróság egy a Kanadában? Minek? Ha lelkiismeretem tiszta, örülök, hogy végre lezárult az ügy. A családom szörnyű megpróbáltatáson ment keresztül. Feltehetőleg nagy megpróbáltatás volt Middletonéknak is. Igen, biztosan az. Szívből sajnálom őket. Mrs. Middleton! Mrs. Middleton, válaszolj a kérdésre! Egy pillanat, kérem, válaszolj! Lekértezzenek, kérem! Kérem, nem hallották? Elnézést kérek! Azt kérdezem, hogy lekértezzenek! Köszönöm! Ügyfelem arra kért, intézkedjek, hogy hagyják el az országot. Így remélem, többet nem találkozunk. Nos, gondolom tudja, hogy ez nem igazi pisztoly, Mr. Middleton, de bizonyítéknak nagyon is jó. És ügyfelem akár most rögtön feljelenthetné a feleségét emberrablás miatt. Nem tudja bizonyítani. Engedély nélkül is, és még folytathatnám a sort.
de ügyfelem nagyon megfontolt ember, és nem akarja önöket ismét a bíróság elé citálni. Hát ezt el is hiszem. Szeretnénk, ha ezzel lezárulna az ügy. Különben kénytelen. Na jó, figyeljen okos Jankó, az a szarházi ügyfele úgy megverte a feleséget, szóval kíván, hogy azért is simán lecsukhatták. A bizonyítékainkat. Hé, hey, álljon meg, álljon meg! Jó, jól megy. Mára elég is lesz. Abba hagyjuk. Persze azért még gyakorolhat. Szia, David. Szia. Emlékszel még rám? Uh-huh. Igen. Mit szólnál most egy másik játékhoz? Zongorás játék? Nem, sokkal izgalmasabb. Fogadnék, hogy ilyet még soha nem játszottál. Susan, gyönyörű lesz a hegyekben. Már színesednek a lombok, és majd meglátod, hogy... Apu, vegyél nekem, légy szíves, egy új rambók. Szó se lehet róla. Elveszítetted a régit, és nem veszek újat, amíg meg nem értem le. Kés nélkül nem lehet kempíni. Jaj, miért nem jó a svájci katonai késen? Maradj itt, nem mozdulj. Hogy kerül ide? Forduljon vissza, takarodjon! Na jó, elég! Hívom Bont, és maguk a kitoloncolják! Hol van David? Figyeld, hogy nincsenek-e őzek, jó, David? Jó. David. Tessék. Hajolj le! Miért? Játékból. Bújj el! Oké. Jól van. Ha? Jaj, de izgis! Igen, sürgős. Kapcsolj! Nem. Nem. Tegye le a kagylót, ha viszont akarja látni a fiát. Értem. Összejátszanak, ugye? Eltalálta. Hol van a fiunk? Épségben visszaadjuk a fiút, amint a férje Montrealba érkezik. Ha nem, akkor megtartjuk. A fiúkat a fiunkért. Az Isten szerelmére hogy írti, hogy megtartja? Mi? Mindent kigondoltunk. Eltűnünk majd valahol Kanadában. Új életet kezdünk. Szóval eltűnnek valahol Kanadában, érte? Ez abszurd. Csak blöffel. Rengeteg gyerek tűnik el, a maga fia is csak statisztikai adat lesz. Értem, az ügyvéd úr törvényes úton nem érje el a célját, ezért emberrabláshoz folyamodik. Á, remek, bravo! Nincs rá bizonyítéka. Ide figyeljen, azt hiszi, beveszem ezt a mesét? Igen. Igen, azt. Akkor hívom is a rendőrséget. Parancsoljon, csak tessék. Hívja fel. Owen! Ez nem hazudik. Jaj, ne viccelj már, Karen. Figyelj, én láttam annak a nőnek a szemét. Jól megnéztem. Képes ilyesmit elkövetni. Hány óra van? 10 perc múlva 4:30. Mikor érünk már haza? Miért? Unatkozol velem? Nem, de a veszélyes öböl megy ma a tévében. Miért nem alszol egy kicsit, ha? Én nem szoktam 4:30-kor aludni. Persze, hogy nem. Miért is aludnál? Magával megy.
Mi? El akarod veszíteni Davidet? Nem veszítünk el semmit, Karen. Pánikba estél, nem kell más tennünk, csak hogy nyugodtan várunk. Ez minden. Jobb, ha nem várnak sokáig. A feleségem 10-kor felhív Montrealban. A maga hangját akarja hallani. Hogy lehet, hogy elfelejted a szöveget, amikor te tanítottál? Sajnálom, David, kicsit fáradt vagyok. Itt van már David. Még nincs édesem, de hamarosan megjön. Menj csak szépen vissza a szobádba, jó? Hány óra van? Harmadszor kérdezed meg 10 perc alatt. De mikor érünk haza? Most nem megyünk haza, most játszunk. Nekem haza kéne mennem. Légy szíves, fejezd be! Nem mész haza, hanem velem jössz. És maradj csöndben. Légy szíves, maradj csöndben. Figyelj a be! Owen. Könyörgök. Nos? Owen. Tudod, hogy amint Kanada földjére lépek, letartóztatnak. Ezt akarod? Én csak a fiamat akarom. Még akkor is, ha engem lecsuknak. Igen. Hát ez remek. Nem számít, hogy börtönbe kerülök, nem számít, hogy mi lesz az életemmel, a munkámmal, nem számít, hogy ártatlan vagyok, semmi sem számít. Úristen, hallgass már! Hallottam őt a bíróságon. Hallottam azt az asszonyt. Igazat mondott. Te hazudtál, nem ő! Kezdettől fogva hazudtál nekem. Tudtad, hogy elütötted. Tudtad, hogy a kocsi alatt van, de nem álltál meg. Megijedtél és leléptél. Nem. Úristen, nem így történt. Egy szót se többet, Owen. Hozd vissza nekem a fiamat. Itt akarsz engem hagyni? Nem tudok vezetni. Nem, nem akarlak itt hagyni. Rendben. Sajnálom, hogy rád kiabáltam, David. Anyukám állandóan kiabál velem. Jó srác vagy. Biztos boldog leszel. Akkor leszek boldog, ha nem kell zongoráznom. Dőj hátra. Mindjárt otthon leszel, jó? Viszlát. Kezdődött már a veszélyes öböl? Ha megbillentek, csináljátok, amit mondok. Hé, rendben. Ne. Susan. Ne vedd. Itt a jegye.
Nagyon jó. Idáig rendben van. Ide figyeljen. Én most felszállok a gépre. Ha nem jön utánam, nem látja viszont a fiát. Leszállás következik. Finoman mozgassátok a kormányt. Készen állunk. Karen! Végre. Húzzátok meg a kart. Egészen végig. Ez az. Itt vagyok, csak kiállj! David! Hívd a rendőrséget! Higgyen el! Davy! 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 Megőrültél? Davy! Hazaküldtem. Hughes megtudja, hogy otthon van a fia, kisétál az ajtón. Rendő, a francba automata. Max. Túl vagyok rajta. Hagyjuk abba. Semmi sem hozhatja vissza Alexet. Rád bízom, mit teszel. Mit csináltak vele? Hol van a fiam? Jól van? Biztonságban van? Igen, biztonságban. Kit hívott a rendőrséget? Mennyi időn van, mielőtt ide érnek? Tudom, mit gondolnak rólam. Tudom. Azt gondolják, ez egy... Nem az vagyok. Vannak barátaim. A munkahelyemen, ha valakinek gondja van, akkor... az hozzám jön. Tényleg azt hiszik, hogy nem érdekel az egész? Igenis érdekel. Azt hiszik, hogy sajnálom. Sajnálom. Fatális véletlen volt. Nem így van? Vannak gyerekeim. Tudom, mit éreznek. Tudom. Az én gyerekeim apját elvitték, mert nem is tudom. Davy, jól van, ugye? Ugye jól van? A fia otthon van. Hogy érti, hogy mi az, hogy otthon van?
kihívja a rendőrséget és közli, hogy otthon van? Szórakoznak vele? Senki sem beszélt a rendőrséggel. Hazamehet. Most biztosan elégedettek. Ha? Bizonyára nagyon elégedettek magukkal. Mr. és Mrs. Middleton. Jól átráztak. Bravo! Hogy a francba mernek kitélkezni, akár maguk is állatnának az én helyemben. Menjen haza. Davy már hét előtt otthon volt. Órákkal ezelőtt beszéltem a feleségével. Nem lehet. Nem volt. Nem volt otthon hét előtt. De igen. Otthon volt. Nem lehetett. Felhívtam Karent. Éppen hét előtt. Hét előtt hívtam, nem lehetett otthon. Hosszan beszélgettem Karennel. Davy otthon volt, amikor maga telefonált. Hazudik! Nem igaz, képtelenség, hogy otthon lett volna. Beszéltem a feleségemmel. És ő azt mondta, hogy szálljak fel a gépre. Nem lehet. Ő nem akarna. Jó reggel. Szia. Szia. Tudsz főzni? Ennek honnan van? Bevásároltam. És mindig is tudtam főzni. 10 év alatt egyetlen egyszer főztél, és az is odaégett. Igen, emlékszem. Foglalj helyet. You'll find that special feeling.